Közvitára bocsátották a rendőrség tevékenységét szabályozó törvényt módosító javaslatcsomagot, amelynek célja a közbiztonság javítása és a hatósági személyek elleni erőszak visszaszorítása. A tervezet kidolgozását a kezdeményezők szerint a rendőröket ért erőszakos cselekedetek megszaporodása indokolja. A rendőri tevékenységet szabályozó törvény módosítását belügyminisztériumi szakemberekkel és a rendőrségi szakszervezetek képviselőivel együtt dolgozták ki. A kezdeményezők szerint a rendvédelmi szervek tekintélyének erősítését célzó törvényekre és a rendőrök fizikai és taktikai felkészültségének javítására van szükség, annak érdekében, hogy biztonságuk ne jelentsen problémát. Aggodalomra ad okot, hogy csak ebben az évben 200 ügyben indult kivizsgálás hatósági közeg bántalmazása miatt, mutattak rá. A rendőrszakszervezet képviselője apró javításokkal, támogatásra javasolta a jogszabályt. A képviselőknek, az állampolgároknak és a rendőröknek mind világosan látniuk kell, hogy a rendőr tekintélyének növelése olyan dolog, amit mindenkinek meg kell értenie. A rendőrt pedig nem szabad engedni, hogy átessen a ló túloldalára, és csizmával tapossa az emberi jogokat. És akkor mi együtt egy nagyon jó jogszabályt alkothatunk a rendőrök és az állampolgárok javára egyaránt. A vitán résztvevő jogvédő szervezetek ugyanakkor megfogalmazták azt a félelmüket, hogy a jogszabály hatósági túlkapásokra is lehetőséget biztosíthat. Példának felhozták, hogy bizonyos kihágások a rendőri figyelmeztetés mellőzése után hirtelen bűncselekményekké minősülhetnek, és nagyon nehéz meghatározni, hogy akkor a figyelmeztetés elhangzott-e, és a törvényszegűben tudatosult-e ennek a ténye.